Színpadi programok, mini vidámpark, benne a nagy kedvenc, trambulin és dodgem, pónilovaglás, na és persze lufi mindenhol. A turisztikai központban minden adott volt, hogy gyereknapon minden apróság jól érezze magát. Én nagyon örültem neki, mert tudok így egy kicsit kikapcsolódni. Mi az, amit mindenképpen kipróbálsz? Én nagyon szeretem az ilyen régi stílusú játékokat, és én azokat próbáltam ki első körben. Én nagyon örülök neki, meg tesóim is nagyon örülnek neki alapjából, mert számukra, meg számomra is nagyon fontos dolog ez. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők is örültek a szabadtéri programnak. Felépett Péter Stromek és Szandi is. Hát nagyon örülünk már mi magunk is, de főleg a gyerekek miatt szerettünk volna leginkább. Mindenképpen jöttünk volna. Hát már nagyon hiányzott. Azért másfél év lassan sok volt. A Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 30. alkalommal szervezte meg a Városi Gyermeknapot. A turisztikai központba ezúttal védettségi igazolvánnyal léphettek be a családok. Nagyon jó az idő, az éjszaka féltünk a vihartól, de ez is velünk van. Én úgy gondolom, hogy hát a tavalyit nem tudjuk pótolni, mert ugye egy alkalommal két évet nem lehet pótolni, de szerintem azoknak a gyerekeknek, akik ma kim vannak, meg a szülőknek, úgy érzem, hogy látom az arcokon, kellemes, meglepetés volt, jól érzik magukat, és a gyerekek felettébb szórakoznak, és élvezik a játékokat. A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered. Célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közti megértéséről, valamint a gyermekek jóléte érdekében kifejtett küzdelemről.